matematikában hát korlátlanok a lehetőségek. Mert egyszerűen a matematikát mindenütt lehet használni. Ahol én közelebb vagyok, ugye az nyilván a pénzügyi világ. Morgan Stanley ugye több mint 100 ember dolgozik a pénzügyi matematikával kapcsolatban. Én 12 éve ott vagyok, én már inkább menedzseri pozícióban vagyok. De hát akkor is nagyon, nagyon jó látni azt, hogy mennyi sok alkalmazási terület van. Tulajdonképpen ugye, amikor itt alkalmazásról beszélünk, akkor nem mindig arra kell gondolni, hogy milyen szofisztikált tételt használunk a gyakorlatban, amit ugye az ember az egyetemen tanul, hanem inkább arról szól a dolog, hogy van egy adott probléma, ami előjön, és akkor azt hogyan kéne megcsinálni. Ugyanaz a probléma megoldás, mint akár ami általánoskában középiskolában volt, vagy akár az egyetemen, vagy akár mondhatnám a kutatói vonalat. A probléma megoldás az ugyanaz, az eszközök kicsit mások. Azt el tudom mondani, hogy nálunk az ELTE-s diploma az nagyon keresett. Én itt óraadóként is működök, tanítok a pénzügyi matematika szakon. Ez egy olyan szak, ahol ugye olyan diákok vannak, akik valamilyen dologgal akarnak a későbbiekben foglalkozni, és hát az ő nagy részük azért jön hozzánk aztán dolgozni, és azt gondolják, hogy jól döntöttek így a tanulmányaikat illetően. A matematikán belül a kombinatorikával, azon belül is a kombinatorikus geometriával foglalkozom. Végül is egy ilyen problémánk van, hogy mondjuk beszeretnénk világítani egy szobát, hogy mondjuk annak minden pontja jól látható legyen. Akkor az a kérdés, hogy hány fényforrás kell elhelyeznünk, hogy semmelyik pont ne maradjon sötétbe. Vagy a teremő problémában, hogy hány teremőt kell leraknunk, hogy minden képet lássanak, hogy minden falt láthassanak. Például ez egy tipikus kombinatorikus geometriai kérdés, vagy például, hogyha adva van egy n csúcsú sokszög, akkor mi az a szám, hogy annyi teremőr már biztosan fogja látni az egész sokszöget n függvényében, a sokszög alakjától függetlenül. Erre például n per 3 tesz a helyes válasz. A kombinatorikának a lényege, hogy nagyon egyszerű kérdéseket tesz fel, amikhez semmi előzetes tudás nem szükséges, vagy minimális. De ezek nagyon nehezek és mélyek lehetnek, tehát a megoldásuk már egyáltalán nem könnyű. Például, amikor mondjuk mobiltornyokat építettek, és ki kell osztani a frekvenciákat, akkor az fontos, hogy mondjuk mindenkinek a közelében legyen egy mobiltorony, ami egy adott frekvencián sugároz, de ezt a frekvenciát ne sugározza valami más közelben levő mobiltorony, mert akkor ez a két frekvencia zavarni fogja egymást. Ezeket elnevezték konfliktusmentes színezéseknek például, és sokat tanulmányozzák most a kombinatorikus geometriában. Szerintem a BSC képzése az ELTE-nek az egyik legjobb a világon, azt mondanám. És utána még rengeteg lehetőség van külföldre menni. Akik itt végeznek BSC-vel, közülük utána tovább szoktak menni MSC-re, doktorira, a világ vezető egyetemeire. Tehát az itt szerzett BSC az itteni elismert professzorok ajánlásával utána lehet külföldre menni tanulni. Valószínűségszámítással és azon belül pedig véletlen hálózatokkal, tehát mondjuk, hogyha az internetet szeretné az ember modellezni, akkor egy lehetőség, ami megfordul a fejében, hogy valamilyen véletlen hálózatokat néz, nekem ehhez kapcsolódnak főleg a kutatásaim. Akár gondolhatunk az internetre, akár mondjuk a városoknak az infrastruktúrális hálózatára, vagy más például a biológiai hálózatokat, hogyha nézzük, mondjuk részecskék közötti kölcsönhatási hálózatokat, egyre nagyobb hálózatokat kell megértenünk, és a véletlen hálózatokkal kapcsolatos kutatások például arra is jók lehetnek, hogyha az ember nem fér hozzá a hálózat egészéhez, csak egy kis részét tudja megvizsgálni, vagy esetleg több kis részét, akkor abból milyen következtetést tud levonni és a hálózatnak az egészére. Egyrészt a matematikus szak az egy viszonylag kis létszámú szak, tehát egy hallgatóra viszonylag sok odafigyelés jut. Én tanítok például a biztosítás és pénzügyi matematika mesterszakon. Azzal, hogy a matematikát matematikusoktól, a közgazdaság részt azt viszont a közgazdászoktól lehet megtanulni, akit a pénzügyi matematika, banki terület vagy biztosítás matematika érdekel, annak ez egy olyan környezet, amit nem biztos, hogy máshol megtalál. Az alapképzésben hát különböző szakirányok vannak, van az elméleti matematika, van egy alkalmazott matematika, és van egy úgy mondjuk, hogy elemző. Az kialakulhat viszonylag hamar, hogy az ember tényleg kutató akar lenni, vagy felsőoktatásban oktató. Másik lehetőség, akit alkalmazott ipari egyéb alkalmazások érdekelnek, nagy a kereslet bankoknál, informatikai cégeknél. Nemrégiben történt velem egy eset. Zürichben meglátogattam kedves ismerősömet, aki a Google-ban dolgozik. Én megkérdeztem tőle, hogy nem bánta meg, hogy ő a matematikát választotta, és azt mondta, hogy a legkevésbé se. Ez itt elvégzett matematika olyan alapot adott neki,
olyan struktúrát adott a gondolkodásához, amit mindenhol tud használni. Az alapszakot itt az ELTE-n érdemes elvégezni. Nem jobb, akár a Cambridge, akár az Oxfordi Egyetem. Itt sokkal inkább megkap valaki egy egyedi képzést, egy speciális, magas szintű képzést. Az intézetünkben fantasztikus emberek oktatnak tényleg. Lelkesek, óriási tudásúak. Tény, hogy az intézetben dolgozó matematikusok gyerekei közül nem kevés szintén matematikus lett. Ide jöttek, nem külföldre mentek. Én azt hiszem, hogy ezek a szülők azért tudják, hogy mit is akarnak tanácsolni a gyereküknek. Az egy nagy tévedés középiskolások között, hogy ide az jöjjön, aki ilyen frankó versenyből. Számos olyan hallgatónk van, aki középiskolai versenyen nem érdekelte, nem csinálta, és mégis top nemzetközi matematikus lett. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy valakit a matematika, vagy legalább annak egy szelete izgasson, örömet okozzon neki, annak érdemes idejönni.